A zsarnokságban nem csak a katonáson elpattogott éjjelekben, hurrákban, énekekben, és abban, ahogy a hullát a gödörbe húzza. Siri Gergő, Íj és Gyula egy mondat a zsarnokságról című híres költeményéből adott elő részletet a költőről elnevezett szavaló versenyen. Volt pár lehetőségem, igazából három volt, és a háromból választottam ki ezt, mert nekem ez tetszett a legjobban. Ez lehet az, ami hozzám így a legközelebb áll, meg ezt tudom a legjobban előadni. A versenyre nem csak magyar tanára, hanem édesapja is felkészítette. A bonyhádi gimnazista azt mondja, az ő családjukban a verseket és azon belül is Íj és Gyulát rendszeresen olvassák. Imádja a verseket, és ezt valószínű átadta nekem is, ezt a versek iránti imádatot, mert én is rengeteg verset tanulunk együtt, és rengeteg versmondó versenyen voltunk már. Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet. Nem ölhet, mi csak ölne minket. Mormolj magadra varázsinget, kiázs az éve berzsenyinket. A Szülőföldünk Nagyjai Emlékbizottság 25 éve szervezi meg a szavaló versenyt azzal a céllal, hogy megőrizzék Íj és Gyula szellemi örökségét. Idén a költő születésének 117. évfordulóját ünnepelték így meg. Amikor ide kerültem, akkor úgymond kutyakötelesség volt, igény magam felé is, hogy Íjéssel egy kicsit jobban ismerkedjek, és a halála után pedig a hagyományápolást úgymond fölvállaltam sokat magammal az itt élő kollégák és a tulajdonképpen a lakosság és a gyerekek körébe. Nagyon. Feleségét viszont ismerte, azt mondta. Feleségével igen, itt találkoztam, itt Felsőrátszegresen, először a kopjafalvatáson, utána pedig ennek az iskolának a Tanyasi Iskola Múzeumá alakítására 1987. októberében. És volt talán még vele, illetve a család tagjaival, lányával és unokáival, Íj és Gyulának a vejével, Kodolányi Gyulával. Volt közös programon, részt vettem. A megemlékezésen a bizottság egykori alapítója felidézte, hogyan zajlottak kezdetben a szavaló versenyek, és miként ismerkedett meg Íj és Gyula családjával. De megadta a sors nekem azáltal, hogy itt az intézmény vezetőjeként, illetve később a bizottság vezetőjeként Íj és hagyományőrzéssel foglalkozott az ember, hogy meg is ismertem őket. Nagy adománya az én életemnek, és bocsánat, hogy nem Íj és Gyuláról beszélek, hogy én megismerhettem itt ebben az épületben, 87-ben, amikor felújítás után ezt a rendbe hozták az iskolát, az iskolamúzeumot, és itt megismerhettem a feleségét, Flóra nénét. Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen. A zsűri elnökének már az nagy örömet okozott, hogy mennyire magukévá tudják tenni a versenyen induló diákok az Íj és gondolatokat. Ennek a Íj és Gyula versmondó versenynek olyan hagyománya van, ami azt hiszem, hogy nem csak itt a közvetlen környék, tehát Rácegres, a Pálfa és a közvetlen környék, hanem az egész régiónak az egyik nagyon tiszteletre méltó rendezvénye, és azt hiszem, hogy méltó Íj és Gyula szellemi örökségéhez, és a költészetéhez, és a hagyomány, és a haza szeretetéhez. Fantasztikus öröm fiatalokat hallgatni, akik ilyen nagyon komolyan átélten, és felelősségteljesen mondanak verset, mert ez nagy felelősség. Éppen a nyelvünk védelmét illetően. És egyáltalán, hát Íj és nek van egy kötete, Léleképületei. Ennek a léleknek az épületét kell nekünk ápolni, nem pici, apró kis kövecskékből, pláne nem ködből és homokszemcsékből, mint Pasalbert írja versében, hanem hát komoly nemes anyagból. Az értékeléskor én személy szerint, de gondolom, hogy valamennyi zsűritársam is egyáltalán a zsűri értékeli,
egyrészt a versválasztást, ami nagyon sokat elárul az illető versmondóról, aztán a kiállást, nagyon fontos a szép beszéd. Hát vannak természetes adottságai a fiataloknak, amit figyelembe kell venni, vagy figyelembe lehet venni, de hát lehetséges kevésbé jó hanggal is megfogalmazni, kifejezni az érzéseket hitelesen, szépen. De hát azért sokat jelentenek ezek a természetes adottságok. Aztán hát nagyon fontos a szövegértelmezés természetszerűen, és amit mindig hangsúlyozni kell, hogy hogyan szólítja meg az illető versmondót, de beszélhetünk itt a versolvasókról is, hogyan szólítja meg a vers. Az idei irodalmi megmérettetésre nem csak Tolna megye különböző oktatási intézményeiből érkeztek diákok, hanem Bács-Kiskun megyéből is. Az általános iskolások közül Blank Berta 7. osztályos tanuló bizonyult a legjobbnak Bajáról. A középiskolások közül Lajte Laurát, a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanulóját találta a zsűri a legjobbnak, Siri Gergő pedig második lett.